Második bekapott gól után talán kicsit elfogyott a csapatból az erő, és nem tudtak visszajönni ebben a mérkőzésben. Ön hogy látta ezt? Hát az volt a kulcspillanat, az a 11-es, aki csak a bíró látta, és ez befolyás volt a meccsek, azért mert odáig azt gondolom, hogy jó meccset játszottunk, és jobb csapat voltunk, de hétről hétre küzdeni ilyen dolgokkal az kicsit nehéz, és biztos vagyok, hogy nem volt 11-es. Most majd megnézzünk, persze, ha úgy volt, akkor nagyon elnézést fogok kérni, de mi lesz, ha nem? Mi lesz, ha egy méter kint volt, és ez eldöntött a meccset, meg a sorsát, meg sok minden. Akkor hogy, kivel beszélünk erről? Nem tűnt úgy a csapaton, hogy elvesztette volna a fejét ezután bekapott találat után, viszont valahogy mégis elfogyott a csapat, kicsit passzívabbká váltak? Ha nem, inkább tovább is játszottunk, akartunk gólt rúgni, persze ők lekontráznak, ilyenkor ez szokásos, a két belső védő kimentek fél pályára csinálni a leset, és akkor ez a haladás kihasználta, és utána már fölösleges beszélni. Gratulálom neki a győzelmet, és koncentrálunk a következő mérkőzésre. Köszönöm szépen, ahhoz pedig sok sikert kívánok, és érkezzék mellém Mésző Géza. A haladás egyébként a hetedik forduló után tud ismét egymást követő két mérkőzésen nyerni. Gratulálok a mesternek a győzelemhez. Hát a mérkőzés elején beszélgettünk erről arról, és tulajdonképpen majdnem minden visszaköszönt ezen a mérkőzésen. A helyzet kihasználások rendben voltak, de azért tegyük hozzá, kellett ez a második gól a fél idő elején. Abszolút nagyon dicsérendő, hogy amit bent hittek a srácok abban, és nagyon jól jöttek ki a második félidőre is, és ez persze nagyon fontos volt, hogy egyből góllal tudtunk a második félidőt folytatni. Úgyhogy végig azt hiszem, hogy amit beszéltünk tényleg a mérkőzés elején, azt nagyon-nagyon visszaköszönt, úgyhogy ennek különösen örülök. Annak is örülök nagyon, hogy 4 gólt sikerült szerezni, ez már rég volt, és azért a felkészülés során nehezen ment a gólszerzés, most külön boldogság, hogy végre egy olyan mérkőzést tudtunk játszani, amiben 4 gólt szereztünk, ez nagyon-nagyon pozitív, úgyhogy nagyon nagy gratuláció a csapatnak.